Itt van velünk Dudás Viktor filmszakértő, akivel a magasságok és mélységek titkait kutatjuk. Szervusz! Szervusztok! Ugye elhangzott már, hogy úgy tűnik, mintha Erős Zsoltról szólna a film, de nem arról szól. Hát az Erős Zsolt elvesztéséről szól a film. Ahogy a feleség, aki ugye támogatja a férjét a hegymászásban. És ugye, Tetszer Hilda. Tetszer Hilda, és ugye a filmből is kiderül, hogy az ő kettőjük viszonya az hegymászóként is fejlődött. És ugye amikor megismerkedett a Zsolttal, akkor ugye ő is hegymászásra vett. A flashbackekben visszajön a filmben. Ezt visszajön, és el kellett köszönni a karrierjétől a gyermekszülés miatt. Igen, és gyakorlatilag ugye ő is egy kimagasló hegymászóvá lett, és ugye az, hogy ő beáldozta a saját életét, a karrierjét a család, a gyerekek miatt, és ugye aztán a férje meg továbbra is mászta a csúcsokat, és utána mégis ebben a drámában egyedül maradt, ennek a feldolgozásáról szól. Ez egy gyász, dupla elvesztés. Igen, ez egy dupla búcsú és gyászfeldolgozás, amit ráadásul retteltesen megnehezített a média, és ez a film ilyen szempontból egy kegyetlen tükör a médiának is, azt hiszem, mert világosan kiderül belőle, hogy milyen szerepeket próbált ráerőltetni, és hát lelkiismeretfurdalást kelteni benne. Igen, és ugye itt a bejátszóból is kiderült, hogy ugye ő részt vett egy olyan talkshowba, ahol ugye nagyon-nagyon komolyan belemásztak az ő aurájába, és a lelkét azt nagyon-nagyon meggyötörték, amire azt gondolom, hogy senki nincs felkészülve. Valóban ez is egy olvasata a filmnek, de azt gondolom, hogy van egy olyan pozitív üzenete is a filmnek, hogy ugye nagyon sokan gondolják azt, hogy a gyász az csak rám tartozik, az én gyászom, az én veszteségem, vagy a mi szűk családunké, de ezt el kell tudni engedni, és ennek az elengedésnek a nehézségeiről szól tulajdonképpen. Csoma Sándor is ezt mondta a rendező, hogy ő is az édesanyjával kapcsolatban volt valami ilyen élménye, és ezért gondolta azt. Sőt, ugye az is elhangzik egy interjúban, hogy hegymászóként ugye folyamatosan erősnek kell lennie és tartani magát az embernek, és azt nehéz megélni, hogy gyengévé válni és merni vállalni azt, hogy ebben most nem vagyok erős, és pszichológushoz fordulni. Ezt is azért nagyon jól bemutatja ez a film, és a gyászfeldolgozást egy hihetetlen erős képi világ is alátámasztja, egy hol táguló, hol szűkülő nézőpont. Hát folyamatosan szűkül a kamera képe az első pillanattól kezdve, gyakorlatilag amikor a dráma bekövetkezik, onnantól kezdve szűkül be a kép, és gyakorlatilag a film vége felé már szinte egy ilyen álló telefon formátumban látjuk a filmet a moziban, ami szintén azt példázza, hogy a főszereplőnő a gondolatisága és az élete az miként szűkül be, és a gyász mennyire veszi át az irányítást, és aztán amikor bekövetkezik a feloldás, akkor utána onnan kinyílik a kép, és gyakorlatilag ismét nagy totálban van vége a filmnek. Egyébként ez az előzetesben is tetten érhető, ott is követik ezt a formavilágot az alkotók, ami azért nagyon nagy vállalás, mert ugye úgy kell fölvenni az egész filmet, tehát az összes jelenetet úgy kell megtervezni, hogy ez a, ugye nem kronológiai sorrendben veszik fel a filmet, de hogy ez mikor fog majd bekerülni a filmbe, ahhoz már ezt a képkivágást használni, és ez nem teszi lehetővé azt, hogy például amikor az utómunkán úgy vannak erre, hogy na ez a jelenet lehet, hogy jobb lenne itt vagy kicsit itt, előrébb, vagy kicsit az hátrébb, nem működik. Az nem fog működni. Tehát ahhoz képest, hogy első filmes rendezőről beszélünk, egy Csoma Sándor, és ugye ez az inkubátor programnak az egyik alkotása, és ugye azt fontos elmondani erről a filmről, hogy az inkubátor program, ami 8 éve létezik a Nemzeti Filmintézet, ugye azóta hozta ezt létre, gyakorlatilag a harmadik legnézettebb film az inkubátor programban, úgyhogy az első kettő, amelyik ebben a zsáner, vagy ebben a szekcióban mozdulba került, az első kettő az még a Covid előtt került a mozikba, tehát gyakorlatilag a Covid utáni időszakban ez a legjobb első filmes, inkubátoros film, amit a legtöbben néznek, és ez nyilvánvalóan köszönhető a témának, meg a kidolgozottságnak is. Ne felejtsünk el beszélni a színészekről, hát a szakmai becsületem miatt. És nem csak a Sterczen Gizától alakító színészről, az egész casting annyira jó, hogy döbbenet, tehát hogy a főszereplőnő Pálemőke csodálatos. Én mindig is tudtam, hogy a Horváth Lajos Otto
ugye nem csak az Üvegtigrisben nyújtott alakítása miatt érdemel figyelmet. Tehát egy elképesztően jó drámai színész is. Így van. És ebben a filmben is egy nagyon rövid, egy nagyon-nagyon emblematikus jelenete van, ami csodálatos. Tehát szavak nélkül is óriási jelenet van. És a gyermekszereplőről se feledkezünk meg, akit két hónapos casting után találtak. És csodálatos a kis. De most ez egy akkora szerencse, csak mondom, hogy ilyen ember találsz, hát aki, aki gyerekre rá tudod bízni a főszerepet. És hogy egészen elképesztő, hogy mennyire komoly ellenpont, és hogy így sírni, így jelen lenni a jelenetben, és ennyire fiatalon egy ilyen tartalmas alakítást nyújtani egy ilyen nagyon nehéz filmben, az egészen elképesztő. Tehát tényleg csak a legnagyobbak mellé lehet odaállítani az alakítást. Te ajánlanád a filmet bárkinek? Én mindenkinek ajánlom a filmet, ugye most nem olyan régen volt a Mint Szentek, és gyakorlatilag annak, azoknak meg azt gondolom, hogy kötelező megnézni a filmet, akinek a közelmúltban, vagy akár a régmúltban családtagja, közeli hozzátartozója, barátja elveszett, és még mindig nem tud napirendre térni az elvesztése fölött. Azoknak elképesztő erőt ad, de azoknak is erőt ad, akiknek egyébként valamilyen rettegése van attól, hogy ha is majdnem ez egyszer bekövetkezik a családba, akkor ezt hogyan is miként lehet túlélni. Annál is inkább, mert egyébként ez bizonyos értelemben sokszor tabu témának is számít.